Rezeg a léc Arad megye magyar prefektusa alatt, miután megállapodás született arról, hogy a prefektusokat ugyanabból a pártból fogják kinevezni, amelyikhez a megyei tanácselnök is tartozik. Jelenleg még nem lehet tudni, hogy Arad megye kivétel lesz-e. 2021. márciusában 100 év szünet után lett ismét magyar prefektusa Arad megyének, miután az országos koalíciós szerepvállalás következtében az RMDSZ nevesíthetett kormány megbízottat 5 megyében. Az akkori koalíció idén őszig működött, az RMDSZ viszont szerepet vállalt az új kormányban is, így eddig megőrizhette tisztségeit. A legfrissebb országos megegyezés szerint viszont Arad megyében is érvényes, hogy az a politikai párt jelölheti a prefektust, aki megszerezte a megyei tanácselnöki tisztséget, ami ez esetben a liberális párt. Az önkormányzati választások után nem alakult ki egy olyan helyzet, hogy az RMDSZ Arad megyei szervezetének, végül is az Arad megyei magyar közösségnek legyen egy vezető tisztsége a megyei vagy a városi önkormányzatban. Éppen ezért a mi presztízsünknek, a mi önbecsülésünknek és a többiek előtti presztízsünknek és becsületünknek nagyon fontos lenne, hogy megőrizzük ezt a tisztséget, azonban egyenlőre ez még egyáltalán nem tűnik biztosnak. Faragó Péter parlamenti képviselő szerint, ha a prefektusi tisztség elúszik, még megmaradhat az alprefektusi szék. Jelenleg még zajlanak a tárgyalások. Ha az RMDSZ elveszti pozícióját az Arad megyei prefektúrán, azt jelenteni, hogy az Arad megyei magyarság vezetők nélkül marad a városi és a megyei önkormányzatokban egyaránt, hiszen hosszas húzavona után az RMDSZ nem tudta megszerezni a második alpolgármesteri tisztséget Aradon.